Sziasztok! Akkor még ezt megmutatom nektek, hogy itt az előző videóban ezt az előművezető vágányt jártam be, és itt van mellette a hévesztekötő, hát azt most külön nem fogom, mert egész idáig párhuzamosan jött ezzel a másikkal, és itt pedig egészen sokáig párhuzamosan fog menni a kettes vonallal, tehát sok értelme nincs bejárni külön. De erről annyit kell tudni, hogy ez egy üzemi vágány, ami a H7-tel, hát hogy már hanyas, ez most H6-os azt hiszem a szentendrei hív, de mindegy, ezeket mindig keverem, úgyhogy inkább nem mondok semmit. De szóval a Batthyányi térről Szentendrére menő hívvonalat köti össze üzemi kapcsolaton keresztül a nagyvasúttal, itt a MÁV-nak a kettes vasútvonalával, ami Budapest és Esztergom között van. És ezt régebben is használták, gyakran üzemi szélek, vagy hévszállítás, vagy üzemi, mert a szentendrei hévnek ez egyetlen kapcsolata a külvilággal kötött pályán. Úgyhogy, hogyha hévet kellett onnan hozni, vinni, vagy akármi más szerelvényt, azt ezen a üzemi kapcsolaton tudták megoldani, és ameddig volt a hévszállítás, addig Óbudán, még villamosítva is volt a régi óbudai állomás, és hoppá, nagyon elengedjük a forgalmat. Isten. Tehát ameddig teherszállítás volt 1996 végéig a héven, ott Óbudán volt a rendezés is. Egyébként itt a teherkocsikat rendeztek, és sokáig egyébként Óbuda az átépítés előttig, az óbudai állomás a hévrendszerű 1100 voltos ilyen állomás villamosítva is volt emiatt. Az átépítés után persze nyilván ez megszűnt, és most, amikor ismét villamosították Óbudát, akkor a MÁV szabvány 25 kV-os váltakozó áramú rendszert használták. És itt is látszik egyébként, hogy üzemi vágány, hogy eddig van kihúzva a drót, tovább nem, tehát ez már a MÁV szabványú nagyvasúti, innen már csak az oszlopok vannak. Ennek pedig az az oka, hogy még nem dölt el teljesen, hogy mi lesz ennek a vágánynak a sorsa. Az biztos, hogy megmarad, mert szükség van rá, tehát hévszállítása mindent, azt dízelmozdonyokkal meg tudják oldani most is, de vannak rá olyan tervek, hogy ilyen viszonylatokat is csinálnak, hogy beleintegrálva a kettes vasútvonalba itt a hévvágányt, hogy még bejárnának a vonatok egészen a Margit hídig. És erre korábban is volt példa, amikor a kettes vonalon az északi összekötő vasúti híd le volt zárva felújítás miatt, akkor a dízel szerelmények, mert akkor még a kettes nem volt villamosítva, a dízel szerelmények a hévvonalon bejártak egészen Margit híd Budai híd főig. Hát nyilván a Batthyány téri nem engedték, mert az alagútból a dízelt nem engedték le, tehát csak a felszíni pályán mehetett. Viszont vannak rá tervek, hogy ilyen viszonylatokat továbbra is üzemeltessenek, például ilyen Margit híd Pirissaga, vagy akár Batthyány tér Pirissaga viszonylat, erről volt szó. És akkor viszont még nem tudni, hogy milyen rendszerrel kell itt villamosítani. Mert nyilván ez egy technikai probléma, amit meg kell akkor oldani, hogyha ez beüzemelik, hogy két eltérő feszültségű vontatási rendszer van, és az átjáratosságot valahogy meg kell oldani. Tehát valószínűleg vagy hibrid járművek kellenek rá, amik mindkét állam nem tud menni, és akkor valamelyik kell ezt a szakaszt is villamosítani. Hát vagy pedig olyan hibrid, amelyik dízel és villamos rendszerrel tud menni, amit például amit Hódmezővásárhelyen terveznek a Trenténre. De azzal megint az lehet a probléma, hogy a dízelt nem fogják leengedni az alagútba, mert a szellőzés nincs megoldva. Úgyhogy valószínűleg inkább a hibrid jármű lesz, vagy pedig hogy a hévet kell átállítani valami másfajta vonatnál. És mióta a MÁV átvette a hévüzemeltetését, azóta ez kicsit könnyebbnek látszik. Közben ott tartottam, hogy valószínűleg tehát nyilván a híveken is előbb-utóbb a szerelvényeket cserélni kell, mert amik vannak, azok már nagyon elavultak is. Ugye 60-as, 70-es évekbeli beli technika, és ez már 2018-ban ez már nem versenyképes, úgymond, meg már meg is szolgálták a maguk idejét. Úgyhogy nyilván szerelvénycsere egyébként is kellene,
És akkor viszont nyilván, hogyha már az amúgy is szükséges, akkor mondom, elszerűen adja magát az, hogy akkor már olyat, ami ott megy el egy hívszerelvény a háttérbe. De. És fog jönni egy vonat is. Na, akkor már nyilván adja magát az, hogy akkor olyat venni, amelyik mondjuk mindkét állam nem tud menni. Mert ilyen van, tehát ez már létező megoldás. Esetleg még valamire át kell térni, ami szabványosabb, mert az 1100 voltos egyen áram, ez gyakorlatilag egy szigetüzem, mert ilyen máshol nincsen, és nem is az általános. De például 1500 voltos egyen áramú vontatási rendszernek 3000 voltos is több is van, tehát valami a szabványos áttéréssel ez a probléma megoldható. És hát ez minimális különbség, hogy most 1100 volt, vagy 1500 például. És akkor lassan ide végéhez is érünk ennek a vágának, most már szerintem itt fel is tudok rá menni. Vagy ha más nem, akkor ott a, hát ott a előttünk van egy András keresztes átjáró, majd akkor ott. Na hát közben elérkeztünk ide az út átjáróig. És itt is, hát látszik, itt is csak az oszlopokat rakták le. Itt már érdemi felújítást a vonal nem kapott, de hát amire használják, arra így is jó. És nyilván ott a becsatlakozást nál a kettes vonalnál ott megcsinálták, tehát így ennyi. És itt van egy szelvénykő is, tehát itt 200 méter után csatlakozik be az Entenre íve. Hát itt már azért látjátok, elég szépen néz ki. Egy hiányzót alfa, ami már szétrohadt. Eddig még viszonylag jó állapotban volt, hát innen már nem, tehát az ötös lassú jel az emiatt van. Még egy hiányzót alfa, itt egy, ott egy teljesen szétrohadt alfa, de még megvan. És hát ez itt el is van törve, meg szét is van rohadva. Hát azért itt szépen néz ki. De. És ez már így a vége, hát látszik, hogy nem mostanában használták, és a hívszabványal meg eddig van villamosítva, ott mindjárt látjátok az utolsó oszlopot. Ott a vödös bejárati jelzőnél. Hát innen pedig már nincs más hátra, mint a Szentendrei hívig elmenni, és az pedig már itt van, nem messze. Látszik is, hogy közelít így hozzá. És mindjárt megérkezünk, hogy akkor nyilván az egyes szelvényhez, és onnan a kiágazásnál kezdték el szelvényezni, tehát a nullásnál van vége. Tehát most már úgy körülbelül 100 méter lehet, mert szerintem kb. Annyit haladtam a kettes szelvénykő után. Ja, nézzétek, csak rendes tengelyszámlálós bizbel. Ezeket általában útátjáróknál szokták használni. De ilyen térköző helyeken is, hogy ugye azt lehet vele megállapítani, meg azt tudja, hogy foglalt-e a térköz, vagy nem, tehát hogy van-e a pályán vonat, vagy nincs. Ez valószínűleg egy kiszámláló pont lehetett, hogy most na, azt nézzétek, milyen szépen néz ki a hangy. Megpróbálom majd azért így nagyjából dióhéjba elmagyarázni a tengelyszámláló működését is. Ez valahogy úgy működik, hogy van ez a két egység, vagy egymással szemben, amely bizonyos frekvenciájú jelet sugároz ki egymagába, és ez egy gyakorlatilag az egy rezgőkör. És amikor a vonat kerekeit elmegy közöttük, most ugye nyilván vasból van az, ugye ez belezavar ebbe a dologba, és tehát elhangolja meg a frekvenciát, vagy ilyesmi, és ezt érzékeli a tengelyszámláló. Tengelyenként ráadásul, tehát ahogy a kerekek így egymás után mennek át, hogy tengelyenként érzékeli. És be is számolja, hogy ha elment egy öt tengelyes vonat, akkor beszámol ötöt. És a másik, az érzékelő párja, amelyik viszont kifele számol, hogy hány ment el. Tehát az meg a visszafele, tehát hogyha szintén 5-öt számol, akkor ugye kettő különbsége nulla, ami azt jelenti, hogy a vonat elhagyta a térközt.
és nincsen probléma. Na közben megérkeztünk ide a végére, de ez már üzemételben, úgyhogy itt visszamegyek a járdára. Nem fog tovább a sereken sétálni, mert a hév az tényleg üzemelő vonal. És egyébként jön is valami mindjárt. Szerintem még mit, hogy a csiripelt volna a sín. Viszont, hogyha kettő különbsége nem nulla, akkor még az általában nem oldja föl, meg foglalatnak veszi a térközt, mert előfordulhat, hogy nem teljesen haladt el a vonat. Hanem például, hogyha csak három tengely számol kifelé, akkor lehet, hogy ott megállt, vagy szétszakadt, és akkor még akkor az egyik kocsi esetleg ott maradhatott egy két tengelyes. Aha, és ott jön a hév, figyeljétek! Tehát ezért valahogy így működik. Szerintem a vasúti átjáróknál fénycsillopok működtetésére azt mondják, hogy akkor oldja fel az átjáró zárvatartását, hogyha két tengelyszámláló által megszámolt értékkülönbség az nulla. Na most ez így szintén nagyon leegyszerűsítve volt, de valahogy így működik. De ez már vízbelműszerésznek kell lenni, hogy ezt így precízen pontosan el tud magyarázni. De nyilván ezek a vonat által vezérelt fényes esetleg félcsillopokra vonatkoznak. Hát mindegy, akkor szépen elsétálunk itt mellette az úton a következő hév megállóig. Már még az akvinkum közelebb van, de hát mindegy, ráérünk, sétálunk. Amúgy is jó idő van. Úgyhogy hát akkor ez a kis bemutató videó az ennyi lett volna. Akkor éppen most még elsétálok itt a következő legendrég, és ott felszállok a hévre. Köszönöm, hogy ezt is megnéztétek. Ezek is ilyen spontán videók voltak. Sziasztok! Akkor találkozunk a következő videóban. Ezt is lehet lájkolni, diszlájkolni, de ezt már tudjátok. Kár is mondani. Mindig. Úgyhogy. Sziasztok!